Köszöntöm Önöket! Az elmúlt héten a következő bűncselekmények történtek Dunaharaszti területén. Eljárást folytatunk ismeretlen tettes ellen, akik november 8-a és 12-e között egy Árnyas utcai hétvégi ingatlan melléképületének az ajtaját felfeszítették, arról a lakatot levágták. A melléképületből az elkövetők nem tulajdonítottak el semmit, viszont a rongálással okozott kár körülbelül 10 000 forint. Ismeretlen tettesek november 13-án, 5 óra körüli időben egy Dunaharasztira érkező hévszerelvény egyik kocsiját megrongálták úgy, hogy a kapaszkodót és a jegykezelőt letépték, az üléseket felszakították. A rongálással okozott kár 65 000 forint. Eljárást folytatunk ismeretlen tettesek ellen, akik november 15-ére virradó reggelre a H6-os hévvonalon a 118-119 km szelvénynél a BKV ZRT tulajdonában lévő hévkábeleket megrongálták, és abból 240 métert el is tulajdonítottak. A bűncselekménnyel okozott kár 1 300 000 forint. Ismeretlen tettesek november 17-én 19 óra körüli időben egy Kőrisfa utcában található családi ház hátsó terasz ajtaját felfeszítették, azonban az ingatlanból nem tulajdonítottak el semmit. A rongálással okozott kár 150 000 forint. A rendőrség kéri, hogy a korai sötétedésre figyelemmel fordítsanak nagyobb figyelmet biztonságukra. Ennek érdekében lakásuk ajtaját tartsák zárva, még akkor is, ha otthon vannak. Ingatlanuk biztonságát egyrészt védelmi mechanikai eszközökkel erősíthetik meg, de a biztonságot fokozhatják elektronikus riasztó és jelzőrendszerekkel is. Utóbbiak alkalmazásával meg lehet hiúsítani a behatolást, esetleg a jelzésnek köszönhetően tetten is érhetjük a betörőket. Kérjük, hogy fordítsanak figyelmet a lakókörnyezetükre és a szomszédaikra is. Amennyiben gyanús személyek gépkocsik mozgását észlelik, haladéktalanul hívják az őrs 0670-338-7465-ös telefonszámát. Kérjük továbbá, hogy akinek lehetősége van, gépkocsiját ne hagyja az utcán, inkább tárolják az udvarban vagy garázsban, mivel a térségben elszaporodott új betörési módszerek egyik elemeként az elkövetők a gépkocsikról rendszámokat tulajdonítanak el, és azt használják fel a későbbi bűncselekmények elkövetéséhez. Közúti veszélyeztetés és más bűncselekmények miatt folytat eljárást a Szigetszent Miklósi Rendőrkapitányság, K. Dezső és J. Zoltán dunaharaszti lakosok ellen, akik november 18-án 15 óra körüli időben egy forgalmi rendszám nélküli Kia tehergépkocsival közlekedtek Dunaharaszti Millennium úton Budapest felől. A Szekér utcai kereszteződésnél a dunaharaszti őrs járőrei ellenőrzés alá akarták őket vonni, azonban a megállító jelzés ellenére nem álltak meg, hanem a járművel a közlekedés többi résztvevőjét súlyosan veszélyeztetve próbáltak menekülni a Károlyi, Főút, Jendrassik, Baros, Kandó és Toldi útvonalon. Egy Dembinszki utcai ingatlan előtt a járőröknek sikerült megállítani őket, ahol a gépkocsiból kiugrálva próbáltak elmenekülni. A gépkocsit vezető K. Dezsőt a rendőrség szabálysértési őrizetbe vette, mivel a járművezetéstől korábban már véglegesen eltiltották, J. Zoltán ellen pedig szabálysértési feljelentés készült. Az esetet a városban működő térfigyelő kamerarendszer rögzítette. Ezek voltak a rendőrség elmúlt heti hírei, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!